the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one, early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Hogy a motiváció, mint olyan, az mondjuk mindig is bennem volt, tehát hogy az a részem, hiszen maga a pályámon is, ahogy eljutottam odáig, hogy színész lettem, hogy énekelek, és nem voltak olyan kapcsolataim, én egy faluból költöztem fel egy nagyon egyszerű környezetből. És a mai napig néha még olyan hihetetlen az, hogy mi volt az a motiváció, hogy ideig el tudtam jutni. Azt gondolom, hogy az, amit szeretünk, és az, amiben hiszünk, az fog előttünk megjelenni. Tehát a gondolataink nagyon sok mindent irányítanak. Az, hogy valaki kevésbé motiválatlan, én ezzel azt szoktam mondani, hogy kicsit gyenge. Tehát, hogy neki ezen kell változtatni, hogy sokkal erősebb legyen. Tehát, ha valamit el szeretne érni, akkor azt cselekedje úgy meg. Ez egy nagyon összetett téma, mert ugye vannak túlsúlyos emberek, én egyébként egy duci kisfiú voltam, csak aztán lefogytam majdnem 15 kilót. És nem tudom, hogy mi volt az a pillanat, amitől én így lefogytam, de azt gondolom, hogy ha az ember lelkileg egyensúlyban van, és szerintem ezt kutatni kellene, hogy pontosan mitől van ennyi túlsúlyos ember, mert ha lelkileg nem vagy jól, akkor kicsit megpróbálod ellensúlyozni azzal, hogy többet eszel, hogy jobban megengeded magadnak, hogy cukros üdítőt igyel, és akkor átibbensz egy nem megengedett határon, és akkor az úgy megy tovább. És a másik ambíció pedig az, hogy rengeteg olyan dolog van szerintem, ami tudja pótolni például azt, hogy fehérliszttel táplálkozzon az ember. Tehát rengeteg ilyen dolog van, hogy mandulaliszt, tönkölyliszt, amiket nem is ismerünk majdnem, hogy lencséből is csinálnak lisztet. Mindenféle liszt van, tehát mindenféle magörleményből van. És egy picit ez egy ilyen beszűkült történet, hogy csak búzaliszt, csak, hanem nagyon vegyesen kellene táplálkozni. Tehát ezeket mind használni. Cukor helyett is rengeteg olyan dolog van, ebben lehet vitatkozni, hogy melyik az egészséges, meg melyik nem. Szerintem minden egészséges, csak az embernek el kell dönteni, hogy mit szeretne. Van kókuszvirág, cukor, van szilít, van eritrit. Én ezeket mind megismertem. Ezekből is mértékkel kell fogyasztani szerintem, de hogy rengeteg olyan opció van, ami tök természetes, vagy természetesebb. És be lehet építeni a napi étkezésbe, és akkor már egyel kevesebbet, a kávédat már kevesebb cukorral ittad meg. Említetted a Ludas Macit, mikortól lesz látható? Október 11-től egészen október 23-ig játsszuk. A pontos napokat, hogy én melyik napon, mert van egy váltóm, az Endrédi Gábor, vele játsszuk felváltva. A pontos napokat azt majd a rajongói oldalamon mindenféleképpen közzé fogom tenni, hogy azok az emberek, akik szeretnék tudni, hogy én mikor vagyok porondon, azok értesüljenek róla. Október 11-től 23-ig. Én azt gondolom, hogy egy olyan produkció született a Fővárosi Nagy Cirkuszban, amilyen nem volt még, és a cirkusznak is ez egy teljesen új és merész vállalkozás volt, hogy hogyan tudják a musicalt, a prózát, a színházat összevegyíteni egy cirkusz
cirkusszal. Tehát azzal a fajta cirkusszal, ami az emberek emlékezetében benne van, de mégis meg szeretnék újítani. Én azt gondolom, hogy ez részben és nagyon jól sikerült a Ludas Matyi által, hisz megtartotta azokat a cirkuszi elemeket, amiket egy cirkusznéző például várna, viszont hozott bele egy teljesen új világot, ez pedig a zene és a színház lett. Úgyhogy mindenkit várok nagyon sok szeretettel. Én bízom benne, hogy ez még hónapról hónapra vissza fog térni. Itt még a jövendőbeli terveink. Én azt gondolom, hogy egy előadónak mind a mellett, hogy a hivatását vagy a dolgát végzi színpadon énekesként, színészként, artistaként, táncosként, bábszínészként és sorolhatná. Amellett azt gondolom, hogy rengeteg olyan projektet szeretnék létrehozni, illetve minél több embert megtalálni azzal, hogy minél több olyan rendezvényt hozzunk létre, ami a közös érdekeket képviseli. Illetve rengeteg olyan dalt szeretnék, hogy szülessen, illetve saját volumenű produkciók, ami a későbbiekben az embereknek valami fajta legyen az vigasz, boldogság, szeretet, vagy csak egyszerűen bekapcsolja azt a zenét, és jól érzi magát, vagy eljön arra az egy óra, másfél órás koncertre, és ki tudja kapcsolni magát. Szerintem egy előadó művésznek fontos az, hogy legyen egy hivatása. Én leginkább ezen az úton szeretnék haladni, tehát bármi is történik, akkor végezni azt, ami ez értek, és a hivatásomon haladni. Mit tudnál üzenni a rajongóidnak? Azt, hogy jöjjönek és nézzenek meg, tehát aki még esetleg úgy rajongan, ahogy nem látott, az most jöjjön el és nézze meg a Ludas Matyit, illetve bízom benne, hogy az idén sikerül egy-két új dallal elődrukkolnom, úgyhogy mindenféleképpen jöjjenek el a fellépéseimre, általában ki szoktam posztolni. Most hétvégén például Szentesen léptek fel, de október 11-től pedig a Fővárosi Nagy Cirkuszban láthatom. Köszönöm szépen, és én köszönöm.